anyagokból is értesülhettek. Most itt van velünk Csák János miniszter úr a mai sajtótájékoztatón. Én át is adnám neki a szót, ő családpolitikai témában fog bejelentést tenni, utána pedig lehet kérdezni a témában, és aztán folyik szokásos rendben tovább a kormányinfo, ahogy szokott. Jó estét, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, Szandra, a szót. Magyarország Európa legcsaládbarátabb kormányzatával él. 2015 óta, mióta bevezettük a családi otthonteremtési támogatást, 233 ezer család vette igénybe ezt a támogatást, és 754 milliárd forintot szántunk rá. A mai napon a kormány elfogadta, illetve előtte áttekintette, hogy hogyan tudjuk az otthonteremtési támogatási rendszert a mai piaci viszonyokhoz igazítani. Ugyanis az elmúlt időszakban részben a kamatok felmentek, az ingatlanárak fölmentek, és ezért megcsappant a városi csokra irányuló kereslet. Viszont a kormány célja továbbra is az, hogy minden kívánt gyerek megszülethessen mielőbb Magyarországon. A falusi csok rendszer marad, mint azt korábban bejelentettük. Viszont az 5000 fő feletti településeken Csók Plusz néven új kamattámogatott hitelkonstrukciót vezetünk be. Megemeljük az elérhető összegeket. A hitel a gyerekszám függvényében 15, 30, illetve 50 millió forint lesz. Ahogy mondtam, kedvezményes kamatozású, ez 3%, és az első közös otthon megvételekor elegendő 10% önrész. A hitel futamideje, a hitelfelvevők választásától függően 10-től 25 évig terjedhet. Ahogy mondtam, azt szeretnénk, hogy minden kívánt gyerek mielőbb megszülessen. Alapvetően a rendszer úgy épül fel, hogy az édesanyák 41 éves korukig vehetik fel, de két éves átmeneti időszakban azok az idősebb nők, akiknek igazoltan 12 hetes áldott állapotban vannak, ők is fölvehetik. A hitelt, ezt a kedvezményes kamatozású hitelt telekvásárlásra nem lehet fölvenni. Ugyanis az a célunk, hogy igen, fedél legyen a családok feje fölött. Az első közös otthon esetében részben az infláció fékezése érdekében is 80 millió forintos határt húztunk meg. Lakásbővítés vagy új lakásba költözés esetén, hiszen azt reméljük, hogy újabb gyerekek születnek, nagyobb családok jönnek létre, és így tovább kell lépni vagy bővíteni kell, ott 150 millió forint az az értékhatár, amilyen lakást vagy házat be lehet számítani. Az 5000 fő alatti településeknél nincsen értékhatár, ott nyilvánvalóan ezeknél amúgy is jóval kisebbek a költségek. Amennyiben nem az első otthonról van szó, hanem felújításról, bővítésről, ott viszont 20% önrész van. További kedvezmény, hogy az első évben nem kell tőkét törleszteni, csak a 3%-os kamatot fizetni, és hogyha megszületik a gyermek, akkor a hitelfelvevők egy éves hitelmoratóriumot kérhetnek. Ez nem kötelező, de hogyha kérnek, akkor ugye egy évvel meghosszabbodik a futamideje. Amennyiben megszületik a második gyermek, úgy a tőkéből minden további gyermek után 10 millió forintot elengedünk. A falusi csok esetében egységesítettük a gyermekek után járó visszanemtérítendő támogatás értékét. Egy gyereknél egy, két gyereknél négy, három gyereknél 15 millió forintra. Így fest
az új struktúra. Nagyon remélem, hogy minél többen fogják igénybe venni, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy a kormány ingyenes típus terveket tett elérhetővé, úgyhogy akik terveznek, azoknak még a tervezési költségeket is meg tudjuk takarítani, amennyiben az egyébként tájba illő és a magyar hagyományokhoz illő házformát, háztervet választanak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Korbulyás miniszter úrnak a szót, utána pedig jönnek a kérdések. Köszönöm szépen, én is tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. A kormány kénytelen volt a legutóbbi kormányülés óta eltelt események tekintettel kevés örömteli napirendi pontokat is megtárgyalni. Ennek keretében az általános biztonsági helyzetet is érintettük, és természetesen foglalkoztunk az Izrael tért terrortámadás következtében előállt helyzettel is. A kormány egyetért az országgyűlés ma elfogadott határozatával. A lehető leghatározottabban ismételtenül ítéljük azt a brutális támadást, amelyet Izrael elszenvedni volt kénytelen. Elismerjük Izrael államának önvédelemhez fűződő jogát. Együttérzésünkről biztosítjuk Izrael kormányát és mindazokat, akik hozzátartozóikat vesztették el ebben a brutális támadásban. A magyar miniszterelnök beszélt múlt hét pénteken az izraeli miniszterelnökkel, és külügyminiszter is beszélt izraeli külügyminiszter kollégájával. Az a véleményünk, hogy a jelenlegi helyzetben nemzetközi közösségnek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalációja elkerülhető legyen. A legfontosabb célkitűzés nem lehet más, mint hogy sikerüljön megakadályozni az államok közötti háborút. Arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy Európának különösen kiemelt érdeke, hogy a térségbeli országok is megőrizzék stabilitásukat. Ez különösen így van azon országok esetében, amelyek a most meginduló migrációs hullám felvevő országai. Tehát mindannyiunknak az érdeke, hogy elsősorban Egyiptomot segítsük, hiszen ha Európa nem segíti Egyiptomot, akkor Törökországon keresztül Európába jöhetnek azok a 10 százezrek és milliók, akik a jelenlegi helyzetben menekülni kényszerülnek. Az a elvárásunk, kérésünk, hogy a jelenlegi helyzetben mindenki legyen tekintettel az áldozatokra, legyen tekintettel arra, hogy Magyarországon világos határvonal van a gyülekezési jog alkotmányos keretek közötti gyakorlása és a terrorizmus melletti tüntetések között. Ez utóbbi nem fér bele, ezért terroristák melletti szimpátia tüntetéseket Magyarországon betiltottuk. Azt is látjuk egyébként most Nyugat-Európában, hogy milyen következményekkel jár a tömeges migráció, milyen kezelhetetlen helyzeteket eredményez, és egészen ijesztő, amikor akár Londonban, akár német nagyvárosokban, akár más európai városokban ezrek és tízezrek ültetik azokat a terroristákat, akik ártatlan embereket, asszonyokat és gyermekeket gyilkoltak meg. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy tegyünk meg mindent a tuszok kiszabadítása érdekében, és ezen keretek között Magyarország azért is sokat tett, hogy az adott közel-keleti térségben veszélyben lévő magyar állampolgárok hazaérkezzenek. A honvédség, magyar honvédség gépei a konfliktus kirobbanása óta összesen 5-ször repültek a konfliktus zónába, és 445 magyar állampolgárt hoztak haza Izraelből. A helyzet az, hogy Gázában sajnos továbbra is 15 magyar állampolgár van, velük a kapcsolat folyamatos, napi többszöri telefonos kapcsolatban van a külügyvelük. Mindannyian a legfrissebb tudásunk szerint mindannyian épségben vannak, veszélyben vannak, de épségben vannak. 4 családról van szó, és 10 kiskorúak közülük. A legfiatalabb gyermek 4 hónapos. Közvetlen családtagjaikkal együtt szeretnék elhagyni az országot. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy erre mielőbb sor kerülhessen. Röviden így szerettem volna a közel-keleti helyzetről elmondani. Az Európai Uniós csúcs találkozó is fog ezzel foglalkozni. Az Európai Uniós csúcs találkozó egyik napirendi pontja. A magyar miniszterelnök
a most ismertetett álláspontnak megfelelően fogja a magyar véleményt a csúcstalálkozón képviselni. Az Európai Uniós csúcstalálkozónak van azonban más napirendi pontja is, és erről is a kormányban meghallgatott egy tájékoztatást, ahogy tegnap a miniszterelnök az alkotmányosságnak megfelelően a parlamenti képviselettel rendelkező pártok vezetőit is tájékoztatta az uniós csúcstalálkozón képviselendő magyar álláspontról. Azt látjuk, hogy egy költségvetés módosítási javaslatot tett le a bizottság a tanács asztalára. Ezt azonban több okból sem tudjuk, legalább két okból nem tudjuk támogatni. Az egyik, hogy Brüsszel több pénzt kér, ezt megértjük, ez sokakkal előfordul, de ezt erősen vitatható célokra teszi. Az egyik ilyen az a migránspaktumnak a végrehajtása, ezt pedig mi ellentétesnek tartjuk Európa érdekeivel, és összeegyeztetlenek tartjuk Magyarország érdekeivel. A másik ilyen a brüsszeli bürokraták fizetésemelése, ami szintén úgy gondoljuk, hogy Magyarországnak semmi oka nincs arra, hogy a brüsszeli bürokraták fizetésemelését támogassa, hiszen még minimális kötelezettségüknek se tettek eleget Magyarország irányába eddig. És azt is látjuk, hogy a megemelkedett kamatok finanszírozására olyan forrásokat akar a bizottság bevonni, amelyek pillanatilag nem állnak rendelkezésre, ehhez is a költségvetés módosítása szükséges, de sajnálatos módon Magyarország ezekhez sem tud hozzájárulni. A másikok pedig, hogy Ukrajna támogatását sem tartjuk ebben a formában indokoltnak. Nem látjuk azt, hogy jelenleg az a támogatás, amit adunk a békét szolgálná. Önmagában az a javaslata a tanácsnak minden körülmények között, vagy a bizottságnak az a javaslata minden körülmények között elfogadhatatlan, hogy 4 évre adjunk Ukrajnának támogatást. Ezzel a tűzszünet helyett a háború elhúzódását segítenénk elő, és úgy gondoljuk, hogy Ukrajnát lehet két oldalú alapon, vagy több állami alapon, multilaterális alapon támogatni, de azt, hogy Ukrajna támogatását beemeljük a költségvetésbe, és ezzel hitelből folyósítsák a tagállamok az uniós pénzeket, miközben korábban ilyen hitelfelvételre már sor került, és ott is bennünket különösen átvertek, de egyébként sem járt jól az Európai Unió, ezt is elfogadható tartjuk, ezért azt várjuk, hogy ezekben a kérdésekben a holnap utáni Európai Uniós csúcstalálkozón Brüsszelben semmilyen konszenzus nem tud létrejönni. És még egy kormány döntés ismertetésére miniszter úrnak visszaadnám a szót. Ugye 2 héttel ezelőtt kaptuk azt az örömteli hírt, hogy 2 honfitársunk is, Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díjat kapott. A kormány a mai ülésén jóváhagyta a Krausz Ferenc által vezetett molekuláris új lenyomat kutató intézet kutatásainak következő fázisának finanszírozását. Mint ismeretes, 2019 és 23 között egy 20 milliárd forintos kutatási költségvetéssel Krausz Ferenc professzor úr már itt dolgozik Magyarországon. A mai ülésen a kormány jóváhagyott egy 23 és 2030 közötti folytatását ennek a programnak, további 75 milliárd forintot szán a kormány arra, hogy az az orvostechnológiai megoldás, ami segít majd megelőzni és korán fölismerni a betegségeket, azt minél előbb és minél szélesebb körben a kutatásokkal megalapozza a professzor úr. Még annyit tennék hozzá, hogy a Neumann János terv keretében létrejött a Magyar Kutatási Kiválósági Tanács, amelynek a vezetése egy 7-tagú vezetés, élettudományi tudósokból, és ennek a testületnek az elnökségét Krausz Ferenc professzor úr elvállalta. Ami azért nagyon jelentős, mert ez a program a kutatói életpályát segíti elő, és hogyha valaki, akkor Krausz Ferenc tudja, hogy mennyire fontos az, hogy a különböző szakaszokban a kutatók megkapják a megfelelő támogatást. Nagyon köszönjük professzor úrnak, és a magyar kormány nevében elkötelezettek vagyunk, hogy a kutatásait itt Magyarországon, és aztán az eredményeket a világban minél többen megismerjék, és az emberiség hasznára legyen.